Ez egy meglepetés. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Már csak azért is, hogy hálát adhatok. Én a Szabad Keresztény Gyülekezet csendes napján születtem újjá. És Isten belevitt engem egy olyan folyóba, ami az ő jelenléte. És éppen Rubennel csináltuk az Imádó Oltárok című adást valamelyik nap a héten. És az Uram, mind jobban szeretlek. Nem tudom, hogy... Uram, mind jobban szeretlek. Emlékeztek? Ahogy? Mondom, Ruben, ezt úgy énekeld. Hogy mondom, lehet, hogy erre születtem újjá. És tudjátok, jó volt egy olyan folyóba belesiklani, amin hangsúly volt az Istennel való személyes kapcsolaton és közösségen. Azóta is ez az én drága kincsem, a vele való intim közösség. Tudjátok, olyan sok mindent lehet csinálni ebben a világban. Lehet csinálni Titanicot. És lehet jártani izmeleket. De amit a Szent Szellemmel fogsz csinálni, az megváltoztatja ezt a világot. Amit nélküle, amit emberi gondolatok, emberi értékrend, emberi találmány, az nem változtat. De amit Isten szellemével csinálsz, az belehatol a légkörbe, és megváltoztat mindent. Mindent. Az ő vele való szerelmes kapcsolat. Amikor hallod őt, amikor szereted őt. Az imádatban tulajdonképpen felé szolgálunk. Isten felé. És amikor közösséged van a Szent Szellemmel, mikor belépsz ebbe a folyóba, először csak a bokádat mossa. Azt mondod, milyen jó. Milyen csodálatos. Aztán feljebb jön, már térdig ér. Már van egy kis sodrása. Hú, Uram, már akarsz is valamit? Már kell is valamit letennem, vagy elhagynom? Azért, hogy halljalak, hogy halljam a te hangodat. Már van sodrás. Már érzed, hogy a barátok elmennek, akik a világban voltak. De mész tovább, mert jobban szereted Istent, mint a világot. Emelkedik a vízszint, már derékig ér. Hú, Uram, hogyan lesz ez? Nem látok semmit. Lehet, hogy párizsákot fel kell áldozni az ő jelenlétéért. De mész, te látod, hogy mennek tovább. És egymást biztatjuk, hogy menjünk tovább. És azt mondja a Biblia, hogy ezek már megúsznivaló vizek. Az utolsó időben a Szent Szellemnek megúsznivaló vizei lesznek. Megúsznivaló vizek. Nem tudod kontrollálni. Nem fogod kontrollálni. Nem tudod már kontrollálni.
nem tudsz már a saját bölcsességeddel előre haladni. Úgy érzed, nem éri a lábad a talajt. Úgy érzed, hogy visz a víz. És ez olyan milyen érzés. Jó, de nehéz. Mert megszoktad, hogy kontrollálj dolgokat, mert az életünk úgy van, úgy tanítottak minket, és úgy van felépítve, hogy kontrollálunk dolgokat. Mi lesz holnap, holnap után? És fiatal feleségként kellett megtanulnom, hogy az én férjemnél nincs olyan, hogy holnap mi lesz, vagy holnap után mi lesz. Függni a Szent Szellemtől. Függni ettől a folyótól. És mész tovább, és megúszni való vizek. De azt érzed, hogy sokszor talán nem éri a lábad a talajt, és sok az ellenáram. De azt mondod, Uram, akkor is ezt akarom csinálni, amit te mondtál. Van ára a folyónak. Van ára, amikor nem tetszik embereknek, amit mondasz, vagy elutasítanak barátok, vagy akik melletted voltak. De mész reggelente vagy este az ő jelenlétébe, és megvan az intim kapcsolat, amiről Laci is beszélt, bocsánat, László. És megvan az intim kapcsolat, Megvan az oda-vissza áramlás. Hallod őt, és ő hall téged. Ez egy édes kapcsolat. Ismerem jól hangodat. Nyitva áll a trónterem. Ez az én rejtek helyem. Ez egy édes kapcsolat. És azt mondod már, lehet, hogy nem tudom, mi lesz holnap. Nem tudom, mi lesz holnap Isten tiszteleten. Nem tudom, fel leszek-e szólítva az internet előtt. Vagy Abigail elülhetünk a kis fekete lyukba. Nem tudom, mi lesz. De már nem adnám semmiért ezt a folyót és az ő jelenlétét. Ez egy édes kapcsolat. Ismerem jól. Egyik csak a refrént. Jó? Dimenzióban élek, a kihívásokat én innen nézem, nem fogy el soha szívemből a dicséret, így minden megoldódik. Mégis az elején ülöttem, van egy hely. Van egy hely valahol, mélyen a szívemben, hol a mennydal a szól, kedvesen, szeléden, ez a hely menedék. Itt nem kell megfelelnem, megosztom titkaim. Ismerhetem szíved. Ez egy édes kapcsolat, ismerem jól hangodat, nyitva áll a trónterem, ez az érejtek helyem. Ez egy édes kapcsolat, ismerem jól hangodat, nyitva áll a trónterem,
és innen. Én egy mennyei dimenzióban élek, a kihívásokat én innen nézem, nem fogy el soha szívemből. Akkor van egy hely valahol, ez az édes kapcsolat, az intim kapcsolat. Vele vagy, és csak imádod őt, szolgálsz felé, az édes drága Szent Szellem felé, és minden megoldódik. Mert ez a folyó, ahova kifolyik, ott meggyógyulnak a szívek, helyreállnak az életek. Jön az ő élete, az ő édes, kedves jelenléte. Ne hagyd, hogy bármi elválasszon. Ne hagyd.